Na, szeretettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait a mai ülésünkön. Köszöntöm a polgármester urat, jegyző urat, aljegyzőasszonyt, irodavezetőket. A Covid helyzetre tekintettel ugye a meghívott vendégeink jelenlétéhez nem ragaszkodtunk. Természetesen az a cél, hogy a járványügyi kockázatot minél kisebbre csökkentsük, de természetesen attól az előterjesztésüket ugyanolyan intenzitással tárgyaltuk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozott képest, a 9 fő képviselőtestületi tagból 8 fő jelen van, egy fő igazoltan távon, aki szolgálatot teljesít Vásáros Raménba, és ezért nem tud itt lenni. Javaslatot tennék a napirendi pontokra. 3 új napirendi javaslatot terjesztenék a képviselőtestület elé elfogadásra. Ebből 2 a nyílt ülésre, 1 pedig a zárt ülésre. Ez lenne az MHS épület megvásárlására szóló előterjesztés, illetve annak egy bizonyos tulajdoni hányadának a megvásárlásáról szóló előterjesztés. A másik a házi orvosi körzet ellátására kötött szerződés jóváhagyása lenne, és zárt ülésre pedig egy egészségügyi szolgálati munkaviszonyban történő alkalmazásnak a jóváhagyása lenne. Természetesen erre azért van szükség, mert ahogy tudjátok, dr. Tóth József elhalálozott, és az ő praxisának a helyettesítéséről gondoskodni kell. Szavazásra bocsátanám a nyílt ülésnek a 2 új napirendi pontját. Aki egyetért, hogy tárgyaljuk meg az MHS épület megvásárlásáról szóló előterjesztést, illetve a házi orvosi körzet ellátására kötött szerződést, azt kérem készenesen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület. És akkor szavazásra bocsátanám a nyílt ülésnek a napirendjét, az előterjesztés, írásos előterjesztés szerint, aki a módosításokkal ezt elfogadja, azt kérem készenléssel szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a testület, és akkor az átülést napirendjét bocsátanám szavazásra, kiegészítve. Először is a módosító javaslat az egészségügyi szolgálati munkaviszonyban történő alkalmazás, aki egyetért, hogy tárgyaljuk, készenléssel szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a testület, és akkor szavazásra bocsátanám a zárt ülést, a kiegészített napi rendi ponttal, aki így elfogadja, kérem készenléssel szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag támogatta a napi rendi javaslatot. Köszönöm szépen, térjünk rá az első napi rendi pontunkra, előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság fehérgyarmati katasztrófavédelmi kirendeltsége 2020. évben végrehajtott tevékenységről szóló beszámoló, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság fehérgyarmati katasztrófavédelmi kirendeltség, fehérgyarmati hivatásos tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról. Előadó dr. Péter Csaba polgármester, meghívott vendégeink lettek volna dr. Nóta József tűzoltó alezredes úr, illetve Kund András tűzoltó százados, tűzoltó parancsnok. Természetesen a Covid helyzetre tekintettel azt javasoltuk, hogy ne vegyenek részt az ülésen, ők is jobbnak látták így, hogy nehogy probléma legyen. Az írásos előterjesztést természetesen ennek ellenére a tűzoltóság a képviselőtestület elé terjesztette. Az írásos előterjesztés tárgyalta az ügyrendi bizottság. Én megkérném doktornőt, hogy ismertesse a bizottságnak a döntését. Tegnapi napon tárgyaltuk, és bizottságunk 3 fő jelenlétében elfogadásra javasolta a beszámolókat. Köszönöm szépen. Van-e kérdés az írásos előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs vélemény,
Parancsolj. Köszönöm szépen, röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy elolvastam én is ezt az anyagot, és úgy gondolom, hogy itt csak a köszönet hangján szólhatunk, most nem csak a beszámolóról, hanem arról a munkáról, amit ebben bemutattak. Ugye annak ellenére, hogy itt a köznyelvben tűzoltóként vannak a fejünkben ezek az emberek, ettől függetlenül sokkal sokrétűbb az ő munkájuk, ami kiderült ebből a beszámolóból. Legyen az iparbiztonsági feladat, műszaki mentés, viharkárok elhárítása, stb. Tehát azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk ezért a példaértékű munkáért, és jó egészséget kívánunk nekik innen is a további feladataik ellátásához. Így van, és annyiban változott még a tévénézőkhez meg tájékoztatás véget, hogy ugye eddig nem volt meg a tűzoltó parancsnokság épülete, tehát teljesen más feladatkörrel rendelkezett a tűzoltóság, mint most, és igazából három térségben látnak el feladatot, tehát nem csak Fehérgyarmat, hanem Csenger, Vásárosnemény és Fehérgyarmat térségében is szolgálnak a Fehérgyarmaton lévő tűzoltók. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon nagy illetékességi területtel rendelkeznek, és úgy, ahogy képviselő úr is elmondta, nagyon sokrétű az ő feladatuk, amit végeznek. És köszönjük azt a munkát, amit végeznek, hiszen a viharkár kapcsán, de sajnos a tűzesetek kapcsán is, ugye Fehérgyarmaton számos beavatkozásuk volt, ahol tényleg a lakosság elégedettségére végezték a feladataikat. Van-e még esetleg hozzászólás? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám a katasztrófa védelemnek a beszámolóját. Aki az elfogadásával egyetért, kérem készenesen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk a második napirendi pontunkra. Előterjesztés Fehérgyarmat város önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályról szóló 4/2021 önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó dr. Péter Csaba polgármester. Tulajdonképpen minden évben többször módosítja a képviselőtestület az önkormányzat rendeletét, hiszen számos olyan kiadás, illetve bevétel keletkezhet évközben, amely az önkormányzat költségvetését érinti, ez történik tulajdonképpen most is. Tárgyalta az előterjesztést a pénzügyi bizottság, én megkérném a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését. Köszönöm szépen! A bizottság tárgyalta az előterjesztést, ugye elhangzott a idejében már a többedik, ez a harmadik volt, és az előterjesztéssel kapcsolatosan a bizottság javaslata az, hogy a képviselőtestület fogadja el a költségvetés módosítást. Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Aki egyetért az írásos előterjesztés elfogadásával, kérem készenesen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, egy hangulat támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk a harmadik napirendi pontunkra. Előterjesztés a Búza Hungarika felsőoktatási ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 15/2014 önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó dr. Péter Csaba polgármester. Az előterjesztést indokolja, hogy a képviselőtestületnek a célja az, hogy minél szélesebb körbe kiterjessze a támogatás a fehérgyarmati gyermekek irányába, tulajdonképpen a rendeletnek a módosítása is ezt a célt szolgálja. Tárgyalta az intézményfelügyeleti bizottság az előterjesztést, kérném az elnökét, hogy ismertesse a döntést. Tegnapi nap folyamán tárgyaltuk és elfogadásra javasoltuk a változtatást, aminek gyakorlatilag az volt a célja, hogy senki ne essen el ettől a támogatástól. 800-900%-ra emeltük a jövedelem határt. Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám az írásos előterjesztést. Aki egyetért annak elfogadásával, kérem készenesen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk a negyedik napirendi pontunkra. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásáról.
előadó dr. Péter Csaba polgármester, tulajdonképpen az EFO pályázat keretében kialakított lakásoknak a odaítéléséről fog dönteni most a képviselőtestület. Az írásos előterjesztés tárgyalta az intézmény felügyeleti bizottság, én megkérném elnök asszonyt, hogy ismertesse a tegnapi nap folyamán tárgyaltuk ezt az anyagot is. A múltkori testületi ülésen ez már volt napirenden, mert két lakás van a Kisernyő úton, ami teljesen fel van újítva, és ingyen csak a rezsit kell fizetni annak, aki megpályázza. Akkor azonban csak egy érvényes pályázat volt, ezért kellett újból megpályáztatni. Most 6 pályázat érkezett, amiből egy fő felelt meg a pályázati feltételeknek. Így van. Van egy kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám az írásos előterjesztés. Aki egyetért annak elfogadásával, kérem fészeresen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulat támogatta a képviselőtestület. Tehát érünk az 5. napi rendi pontunkra. Előterjesztés folyószámla hitelkeret igénybevételéről. Előadó dr. Péter Csaba polgármester. Minden évben, ilyenkor évvégén tárgyalja a képviselőtestület a folyószámla hitelnek a megújítását. Ez tulajdonképpen, ugye, ahogy el szoktuk mondani, egy biztonsági hálót jelent annak érdekében, hogyha az önkormányzatnak a működéséhez plusz forrása van szükség, akkor legyen mihez nyúlni, de hál' Istennek az elmúlt években erre nem volt szükség. Természetesen ezt nem lehet kiszámolni, mert bármilyen olyan esemény bekövetkezhet, amely miatt ugye ezt igénybe kell vennie a képviselőtestületnek. Tulajdonképpen az előterjesztés az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanazt tartalmaz, ugyanazzal az összeggel, és hát a bank által nyilván meghatározott feltételekkel. Tárgyalta az előterjesztést a pénzügyi bizottság, megkérném elnök urat, hogy ismertesse a döntést. Köszönöm szépen, az elhangzott kiegészítésekkel együtt is elfogadásra javasoljuk természetesen. Köszönöm szépen, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Vélemény? Ha nincs, akkor egy szavazásra bocsátanám, aki egyetért az írásos előterjesztés elfogadásával, kérem készenesen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk a 6. napirendi pontunkra. Előterjesztés Fehérgyarmat város önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervéről. Előadó dr. Kovács Attila jegyző úr. Megkérdezném jegyző urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincs, tárgyalta az előterjesztést a pénzügyi bizottság. Elnök urat kérném, hogy ismertesse a döntést. Köszönöm szépen, ez is szokásos napirend minden évben a belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntés meghozatal. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ugyanaz a szolgáltató végzi, ugyanolyan feltételek mellett, mint korábban, elfogadásra javasoljuk az előterjesztést. Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám, aki egyetért ennek elfogadásával, kérem készenesen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk az új napirendi pontunkra, az MHS épület tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló előterjesztésről. Évek óta, vagy azt lehet mondani, hogy már évtizedek óta ugye üresen, lakatlanul áll az úgynevezett volt MHS épület, ami azért mégiscsak egy városközponti épület, de ennek az oka az, hogy annak idején ugye több civil szervezetnek a tulajdonába, illetve egy része önkormányzati tulajdonban áll. Emiatt ugye senki nem tudta ezt az ingatlant hasznosítani. A civil szervezetek azért kapták annak idején a Magyar Államkincstártól, a Magyar Államtól, hogy működjenek benne, de igazából abba sosem működtek azok a civil szervezetek, akik ezt az ingatlan vagyont megkapták. Tulajdonképpen ennek okán kihasználatlanul állt az épület. Igazából az önkormányzat se tudott vele mit kezdeni, mert egy negyed részben tulajdonosa a Fehérgyarmati Önkormányzat ennek az ingatlannak.
A magyar állam is valami nagyon kis részben, pár négyzetméter, 32-40 négyzetméter, valami ilyen szám. És tulajdonképpen az előterjesztésbe szereplő gyermekeink művelődéséért, kultúrát, jövőnkért alapítvány rendelkezik a épület tulajdoni hányadának valamivel több, mint a felével. Ugye felvettük a kapcsolatot a alapítvánnyal, ugyanúgy, ahogy annak idején még dr. Tirki Attila képviselő úr is próbált ezzel az alapítvánnyal polgármesterként megegyezni, hát akkor valami 16 millió forintot. Jelenleg is az szerepel egyébként az alapítvány könyv szerinti értékében, 16 millió forint érték. Nyilván ez egy olyan irreális ár, amit az akkori képviselőtestület, illetve polgármester úr nem tudott támogatni. Nos, viszont egy 2 millió forintos összegért tulajdonképpen ezt a tulajdoni hányadot meg tudnánk vásárolni. Én úgy gondolom, hogy rendezni kell ennek az ingatlannak a sorsát. Nem azért, mert olyan nagy szükségünk van rá, de természetesen akkor is egy érték és egy városközponti terület, ami nagyon csúnyán mutatott. És úgy gondolom, hogy a képviselőtestület fog találni olyan közcélt, amire ezt tudni fogjuk hasznosítani. Én ezért javaslom a megvásárlását ennek a tulajdoni hányadnak, akkor azt lehet mondani, hogy a önkormányzat egynegyed része, illetve tehát a háromnegyed részben tulajdonosok lennénk, illetve a siketek és nagyon ott hallók is hajlandóak eladni. Egy 200 ezer forintos vételi ajánlatot tettem feléjük. Nyilván ezt a képviselőtestületnek jóvá kell hagynia, mert addig csak az én ajánlatom, tehát de ha a képviselőtestület jóvá hagyja, akkor természetesen ez életbe lép. Ők nem zárkóztak el ettől, hogy ezt a 30-40 négyzetmétert megvegyék. És van még egy alapítvány, ez a Felső Tisza alapítvány, akiknek 1/8 tulajdoni hányaduk van benne. Ők velük ma beszéltem, hát ők nem álltak olyan pozitívan egyébként a dolgokhoz, ők azt kezdték feszegetni, hogy miért nem akarnak a civil szervezetek ebbe a házba működni, hát mondom, ebben sosem működött egy civil szervezet, önök sem egyébként. Hát az, így aztán tulajdonképpen arra terelődött a végén a beszélgetés, hogy ők is elgondolkodnak, hogy eladják. Mert én mondtam nekik, hogy a sepányuk újítsák fel, használják, hát nekik arra nincs pénzük, hát mondom, az meg, hogy itt a város közepén egy romos épület áll, az kinek jó. Tehát nem is értettem, mert több mint 10 éve, 20 éve lassan a tulajdonukban van, sosem működtek benne, hogy most hirtelen ez miért lehet, eget rendelhető, de úgy néz ki, hogy talán ők is eladják. De a Debreceni Alapítvány, illetve a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége viszont abszolút partner volt a eladásba, és ők is azt mondták, hogy annak az ingatlannak a sorsát rendezni kell. Ez nem állapot, hogy a város közepén van egy elhanyagolt romos épület. Hát röviden, tömören ennyi az ingatlanról az előterjesztés. Nem tárgyalta a bizottság, kérném a kérdéseket ezzel kapcsolatban, ha van a képviselőtestület részéről. Vélemény? Ha nincs, akkor parancsoljon. Mindenképpen támogatandó részemről, gondolom a többi képviselő részéről is. Tényleg évek óta egy lassan szégyen fortyolt a városközpontnak. Amikor meg megszerezzük a tulajdonát, én úgy gondolom, akkor talán még nagyobb feladat lesz az, hogy esetleg megtaláljuk azt a funkcióját, majd ami a legjobban szolgálná ezt a várost. Vannak ötletek, gondolom mindenkinek a fejében. Támogatni tudunk csak a megvédjét. Jó, köszönöm szépen. Van-e még? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám a írásos előterjesztést, amiben természetesen a gyermekeink művelődéséért, kulturális jövőnkért alapítványtól a tulajdoni hányadát 2 millió forintért, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségétől a tulajdoni hányadát pedig 200 ezer forintért javasolja a megvásárlásra.
aki egyetért ezzel, azt kérem készeljen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangúan támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk a 8. napi rendi pontunkra, az pedig a házi orvosi körzet ellátására kötött szerződés jogosításáról. Tárgyalta az intézményfelügyeleti bizottság. Megkérném elnök asszonyt, hogy ismertesse a döntést. A bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolt. Köszönöm szépen. Ugye az előterjesztés lényege, hogy dr. Tóth József doktor úr elhunyt, és így a körzet elláthatatlan maradt. Természetesen ez nem lehet így, és ezt pótolni kell addig, míg a praxist be nem fogja tölteni a végleges házi orvos. Van-e kérdés az idásos előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám, aki az írásos előterjesztés elfogadásával egyetért, kérem készenessen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulat támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk az utolsó napi pontunkra, bejelentések, kérdések, ha valakinek olyan bejelenteni valója vagy kérdése, amely az önkormányzat a város életével kapcsolatos, azt kérem szíveskedjen megtenni. Parancsolj! Cégem több fórumon is hirdeti most, és ez aktuális a vizórák térjesítés. Én úgy gondolom a TV nézők meg a városlakóknak a figyelmére igényt tart a dolog. Én feljövöm a figyelmet, hogy mindenki térjesítse a vizórát, még most van idő rá. Mindenképpen neki kell róla a jogszabályok szerint gondoskodni a fagymentesítéséről, amennyiben elfogy a mérő, ugye neki is kellemetlen, és ez 20 000 forint. Költség, tehát mindenki kérek, hogy akár milyen módszerre, hát több helyen leírtuk, Facebookon lehet olvasni, honlapunkon lehet olvasni, hogy milyen módszerre kell, most nem térnék ki, térjesítsék be, hogy mérődnek ilyen. Köszönjük szépen. Van-e még? Parancsolj. A Csétálló utca mögött van egy parkoló rész, és azzal kapcsolatban kerestek meg többen is, hogy ahogy átmegyünk a Dufarton a fő utca felől, és a Sétáló utcát megközelítjük, illetve följövünk ott az OTP és a számos mezőt, ott közvilágítás gyakorlatilag egyáltalán nincsen. Meg kellene keresni annak a módját, vagy a szolgáltat, illetve az üzletsor háta mögött, vagy a hátán valamilyen világító testnek a felhelyezésével, mert az borzasztóan sötét. Most, hogy egyre hosszabbak az éjszakák, még emiatt is problémás, illetve hogy bűnmegelőzési célból is ott a Dufart alatt átmennek valakik azon ott a sötét utcákon átvágva, vagy azon a sötét területen átvágva. Szerintem az magán területén azt gondolom. De van közterület rész is. Valami. Valamit ők kitalálni. Egyáltalán nincsen, tehát egész az ABC-ig a Dufartól gyakorlatilag ott egyetlen egyetlen lámpa van, és onnan végig nincsen egyáltalán világítás. Jó, köszönjük, megnézzük. Van-e még? Ha nincs, akkor köszönöm szépen. A nyílt ülést bezárom, és akkor rátérünk az átadásra.